Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata 2015 óta szervezi meg a fesztivált, ahol a helyiek megosztatják egymással a receptjeiket és ápolhatják a hagyományaikat. A kertésztek mellett néptánccal és népdalokkal várták az odalátogatókat. Két helyi kórus, illetve a paksi német nemzetiségi tánccsoport zárta a műsort. A fesztiválon a civil szervezetek mözsi specialitásokkal készültek és adományt gyűjthettek. 7 évvel ezelőtt rendeztük meg először ezt a rendezvényünket, mert hogy ez még ma is egy élő hagyomány, és szerettünk volna ennek egy ünnepét, vagy egy fesztivált rendezni. Mindig kulturális műsorral kezdünk, ahogy az idén is. Az óvodásokon és az iskolásokon kívül a Papper Duo lép fel, a helyi két kórusunk, a mözsi és a tolnai kórus énekel, illetve a paksi német nemzetiségi tánccsoport zárja majd a műsorunkat. A rendezvény fő célja a régi hagyományok felelevenítése volt. Minden ünnepre, nagyobb eseményre, de a hétköznapokon egyaránt elmaradhatatlan volt a kertkalács. Én is hoztam a lekváros kifliket, kókuszos tekercset, mert azért kicsit haladunk a korral is, meg egy hagyományos úgynevezett pecsakolácsot, egy szilvás lepényt, aminek kelt az alja, és egy ilyen szilvás mákos teteje van. A német kulturális rendezvények több apropója van. A dalok és a tánc mellett a polgármester a kertkarács szerepéről beszélt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon találó rendezvényt talált a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mert a kertkalácsot tényleg mindenki ismeri, és az egész világon talán mindenütt sütik is. Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell találni arra, hogy őrizzük a hagyományainkat, zenéinket, táncainkat, meséinket, gasztronómiánkat, és nagyon köszönöm, hogy vannak olyanok a településen, Mözsön és Tolnán, akik ezt meg is teszik. Vasárnap délután a rendezvény végére a kertkarácsok az utolsó falatig elfogytak.